bemutatkozott az autó neked az aszfalton, ott sikerült abszolválni egy harmadik helyet. Most itt vagyunk a magyar klasszikus Murva futamon, a Veszprém Rallyn. Arra lennék kíváncsi, hogy a teszt tükrében hogyan értékeled, hogy viselkedett az autó a Murván? Hú, nekem nagyon tetszett, igazán tényleg rég mentem Murván, tavaly évvégén egy Subaru-val próbáltam a Mikulás Rallyn elindulni, de az is nagyon-nagyon tetszett, abban három aktív hajtás volt, ebbe csak egy van, de fantasztikus jó érzés volt vele menni. Nagyon-nagyon kezes volt, nagyon tényleg nem volt drasztikus, nagyon finoman lehetett kezelni az autót, nekem nagyon tetszik. Pályabejárást követően mi a véleményed a három szakasznak a jelenlegi állapotáról? Gondolok arra, hogy egyetlen egy defekt és minden ugrik, ami esetleg addig a tervekben szerepelt. Hát igen, ez a Veszprém Rallyban mindig benne volt, mert nagyon változó talajú, vannak sziklás részek, vannak, ahol óriási köveket fordítunk ki egymásnak, ugyanúgy én is, mint az előttem lévők fognak, úgyhogy ezt nem lehet kiszámítani. A teszt alkalmával is sikerült egy olyan követ, amit én fordítottam ki az előző körbe saját magamnak rámenni, úgyhogy ott is egy felni, egy gumiba került az egész, mert szana szétrobbant az egész abban a pillanatban. Ez benne van, nagyon kell figyelnünk minden, hát én sajnos ilyen tempos részen, ahol nagyon nagy sebessége, még ott nem sok lehetőség van elhúzni a kormányt egy ilyennél, de hát majd meglátjuk, bízunk benne, hogy szerencsénk lesz. A vetélytársaid közül többen azt nyilatkozták, hogy tulajdonképpen azt lehet vélhetőleg esélyratolgatás gyanánt végig gondolni, hogy 4-5 autó között fog eldőlni a Veszprém Rallynak a sorsa, közte vagy te is. Arra lennék kíváncsi, hogy neked, mint versenyzőnek esetleg az úgymond esélyesség terhe, az nyomja-e a válladat? Hát igazán biztos, hogy nyomja valahol, de próbálok nem ezzel foglalkozni, aztán próbálunk menni, ahogy csak bírunk, és tényleg hiba probléma mentesen, és szerintem ez meghozná a gyümölcsét. Erre a gyümölcsnél maradjunk, mert akkor visszakanyarodunk ugye a januári snowboard sérülésedhez. Milyen állapotban van a vállad? Mennyire sikerült a gyógytornának, illetve az egyéb terápiának a segítségével rendbe tenni? Javul folyamatosan, sajnos egy hosszú folyamat, úgyhogy szerintem olyan 70%-os lehet. Igazából most lejött a könyökömre, mert annyira kimentem a vállam, hogy most a könyökömre jöttek le a fájdalmak, úgyhogy most ilyen teniszkönyék vagy könnyök jellegű problémákkal szenvedek, úgyhogy azt is kezelni kell folyamatosan, nagyon bízom benne. A tréning alapján, meg a teszt alapján nem fájt, ott a sok mozgatástól az bejáródott, úgyhogy szerintem az első gyors után fog múlni. Hétvégére versenyre egy Kárpát-medencényével, és Túri Tomi ott folytassa, ahol szeretné. Szenzációsnak, ha nem is mondható, de egy elégedettségre okot adó második helyen zártad a futamot. Milyen volt belülről, Tomi? Hát igazán az első pár gyorsaság az egyáltalán nem tetszett, nagyon sokat kaptam. Próbáltunk minden körre állítani az autón, és mindig változtattunk futómű beállításokon, meg keménységeken, és így javultunk a végére. Úgyhogy én nagyon örülök a végén, hogy ezt a második helyet meg tudtuk szerezni. Milyen esélyeket látsz arra, hiszen most visszatértek Murváról az aszfaltra, Pécsre fogtok utazni. Milyen lehetőségeket látsz ebben? Hát én nagyon bízom benne, hogy Pécsre lesz valami jó futóművünk, nem olyan, amivel Kassán mentünk, és fogunk tudni gyorsulni ott is. Azt mondtam mérnök, hogy legalább három verseny kell ez az autóhoz, hogy össze tudjunk igazán szokni. Akkor ezzel az összeszokással kapcsolatban akkor egy olyan tendencia látható, hogy első futam harmadik, második futam második. Mi lesz a következő? Hát nem tudom, majd meglátjuk. Lássuk meg, minden jót!